Shio, Shio, Yo, 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 Shio, 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 Yo, 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 Shio, Shio, Shio. Történetünk 1977-re nyúlik vissza, amikor az akkori siófoki állami gazdaság úgy döntött, hogy le fog gyártani 400 ezer liter őszi és kajszi terméket, és tulajdonképpen ekkortól tudunk az mára már ikonikussá vált alutasakos termékekről beszélni. Ez, ahogy említettem, az elején kb. 2 millió literrel indult, és aztán nagyjából 91-re már 10 millió liternél járt a gyártás. Egy olyan mérföldkő egyébként a gyár életében, amikor 1987-ben, tehát 10 évre az indulásra rá, aszeptikus technológiára váltottunk. Ugye ennek a nagyon nagy előnye az az, hogy nem kell tartósítószert használni már a gyümölcső gyártáshoz, úgyhogy a természetes aromák és zamatok tartósítószer nélkül tudnak megjelenni a termékekben. Mint minden FMCG vállalatnak, tehát élelmiszergyártó vállalatnak, nekünk is fel kell venni a versenyt a folyamatosan változó igényekkel, és nyilván arra kell törekednünk, hogy a legmagasabb szinten szolgáljuk ki a vásárlóinkat. Ezt nyilván nehezíti az a tény, hogy nagyon komplexek vagyunk. Ez nem csak azt jelenti, hogy 170-nél is több gyártott cikkünk van, hanem nem csupán ezekről a belső folyamatainkról van szó, amit itt a gyáron belül csinálunk, ami gyakorlatilag magában foglalja az alapanyag beérkeztetéstől a feldolgozáson át minőségbiztosításon keresztül a klasszikus supply chain funkciókat, hanem azt is jelenti, hogy mi bérgyártók is funkcionálunk. Mindenképpen kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a fenntarthatóságra, igazából itt a társadalmi szerepvállalásunkat szeretnénk erősíteni. 2016 óta az EMAS tanúsítvánnyal rendelkezik a vállalat, amely egy európai szabvány, ehhez képest egy nagyon friss hírként oszthatom meg, hogy 2019-től a BCSDH tagjai is vagyunk, amely egy magyar egyesület a fenntartható fejlődést segítendő. A fenntarthatóság a gyári működésben három területen érhető tetten. Az első az a kibocsátásunknak a csökkentése, tehát a környezeti lábnyomunknak a csökkentése. Ez alapvetően a vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás mérséklésében nyilvánul meg. A második legnagyobb terület az a magának az alternatív anyagoknak a használata. Ilyen például, amikor arról beszélgetünk, hogy papíralapú vagy biológiai lebomló szívószálakat szeretnénk használni, adott esetben újra felhasznált PET alapanyagot szeretnénk mondjuk a PET-es termékek esetében. Illetve a harmadik ilyen pillérünk az a gazdákkal történő fenntartható kapcsolattartás, ami termőterületeknek a folyamatos megújítását szolgálja, és ezzel kapcsolatos szervezési teendőket foglalja magában. A feldolgozási szezon májusban indul, a meggyel, ezt követi június közepe végén a kajszi barack, majd az őszi barack, a szilva, paradicsomot is dolgozunk fel augusztus végén, illetve az alma és a körte, és a legeslegvégén a sorta, a birsalma zárja. A magyar gyümölcs azért más, egy az, hogy mi nekünk magyaroknak nyilván a magyar alapanyag az mindig elsődleges, de a magyar talaj adta ásványi anyagoktól teljesen más ízvilága van a mi általunk magyarok által termelt gyümölcsnek, illetve az is még nagyon fontos, hogy a szedés fázisa az mindig érett állapotban következik be, tehát éretten szedik le a termelők, és a szedést követően hamar feldolgozásra kerül. Ha ezt összehasonlítjuk egy import gyümölccsel, amit leszednek jó pár nappal előbb, x óráig utaztatják, és azután kerül egy ilyen utóérést követően feldolgozás, annak sose lesz olyan íze, mint a mi saját magyar gyümölcsünknek. Bent a feldolgozó üzem területén mindig nagyon jó gyümölcsillat van, és mindig az éppen aktuálisan feldolgozásra kerülő gyümölcsnek az illata árasztja be az üzemet. A termékpalettánk nagyon széles ebben a gyárban, a 60 g-tól egészen az 1000 literes kiszerelésig gyártunk termékeket. A napi kapacitásunk 550 ezer darab ebben a gyárban, ezt 6 különböző gépsorral gyártjuk. A Shio termékek gyártása alapvetően ugyanarra a folyamatra épül, egy lékeveréssel kezdődik, ami utána a lé elkészül, utána ugye a töltőüzembe érkezik, ahol a pasztőrökkel sterilizáljuk, majd aszeptikus körülmények között töltjük. Ez az egész folyamat, ahogy végigmegy a gyártáson, de ami egy kicsit különlegessé teszi a Shiót, hogy nem csak a levet keverjük itt be, hanem gyümölcsöt is dolgozunk fel, és a Magyarországon megtermő gyümölcsöknek a nagy részét, nagy hányadát itt a gyárunkban dolgozzuk fel, ami a Shio különlegességét is adja. Talán a legérdekesebb gépsor a gyártás területén ez a Goalapak, hiszen ez Magyarországon nem sok helyen alkalmazandó. Ez egy kis kiszerelésű zacskós dojpak gépsor, ahol ugyanúgy szintén pasztőrözéssel csirátlanítjuk a terméket, és ugyanúgy aszeptikus a technológia, viszont alagút pasztőrben és hűtőkáddal hűtjük meg a terméket. Az első siolevet 1976-ban kóstoltam. Ehhez hozzátartozik az, hogy az első őszit és a kajszi siolevet azt egy nagyon kedves kolléganőmmel ketten kevertük ki. Tehát a sioli születése valójában
a mi ténykedésünkhöz kapcsolódik. Ez az egész üzem a szemem előtt nőtte ki magát ilyen szépé, amilyen. Én azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy az életem, akkor ez mindent megmagyaráz.